A múló időt ne úgy fogjuk fel, mint ami koptat és elveszejt, ne egy marék homokot lássunk benne, hanem valamit, amiben kiteljesedünk. Az időskor nem az öregség, hanem a kiteljesedés időszaka, ezt mondta ünnepi köszöntőjében a város polgármestere. Borkai Zsolt úgy fogalmazott, a szépkorúak az évek során felhalmozott tudásukkal és tapasztalatukkal utat mutatnak a többi korosztály számára. Az időskor nem az elmúlás szinonimája, hanem a kiteljesedésé, a tapasztalaté, a bölcsességé. Számomra idősnek lenni azt jelenti, hogy megfogni a fiatalok kezét, utat mutatni, lekvárt főzni az unokáknak, kirándulásra vinni őket a Bakonyba, vagy a Győri utcákon sétálva elmesélni egy-egy régi ház történetét. Legtöbbünknek nagyszüleink és szüleink jutnak eszünkbe ilyenkor, akik annyi mindent tudtak, annyi mindenre megtanítottak minket, és akik feltétel nélkül szerettek bennünket. A polgármester felidézte, hogy az önkormányzat és a város is számít az idősek véleményére. Sok programot szerveznek számukra, ingyen fürdőbérletekkel támogatják őket, és több dologgal is segítik, hogy a győri idősek egész életükben aktívak tudjanak maradni. Az öregségben ez a szép s szomorú. Az ember túlságosan tisztán látja, mi az, ami igaz, és mi az, ami nem. Fogalmazta meg Németh László azt a bölcs tisztánlátást, amire mi is számítunk. Ezért is működtetjük a városban az idősügyi tanácsot, ezért kérjük ki a szépkorúak véleményét, és akik tevőlegesen is sokat tesznek a városért, legyen szó akár annak szépítéséről, az ország első olimpiai rendezvényének lebonyolításáról, vagy éppen a kulturális főváros pályázatunkról, amelyben szintén tanácsokat, ötletekkel voltak segítségünkre. Az idősek világnapja alkalmából Borkai Zsolt a város ezüst emlékérmét adta át azoknak a szépkorúaknak, akik aktív közösségi munkájukkal sokat tesznek Győrért és az itt élő idősekért. A világnapi ünnepség színes műsorral zárult, ahol Felföldi Anikó Jászai Mari Díjas színművésznő szórakoztatta a rendezvényen résztvevő időseket. Forró színházi estén, csupa fény, csupa láz, mennyi bűbájos emlék, mindet őrzi a ház.